Üdvözlet mindenkinek, 2022. november 17-e van, az az Index cikke, Bill Gates egy vagyon költ Afrikára. Bill Gates emberbaráti alapítványa több mint 7 milliárd dollárt ajánl fel egészségügy és nemek közötti egyenlőség és a mezőgazdasági termelékenység javítására Afrikában. A Bill Gates és Melinda Gates alapítvány a következő négy évre szállja az összeget, emellett az alapítvány az AIDS, tuberkulózis, malária ellen küzdő szervezetek is támogatta pénz adománya. Az alapítvány célja az, hogy 2030-ra minden szubszaharai afrikai országban javuljanak az esélyek a fenntartható fejlődési célok elérésére. A cél nem az, remélem hallotta mindenki, hogy az embereknek jobb élete legyen, a cél az, hogy a fenntartható fejlődési célokat Elérjék! Borzasztó, hogy ezt ennyiszer el kell mondani, és még mindig csak egy maroknyi ember az, aki felfogja, hogy miről van szó. De tényleg néha, azt gondolom, hogy a többség nem akarja elfogadni az igazságot. Meg fogok mutatni egy rövid videót hamarosan, ahol, ahol demonstrálni fogom, hogy mi, a Bill és a Melinda Gates alapítvány valódi célja. Soha nem az volt a céljuk, hogy az emberiséget megmentsék, vagy jobb életet biztosítsanak nekünk. Az, hogy emberbaráti, ezt a double speak, vagy kettős beszéd nyelven kell értelmezni 1984 George Orwell művéből. Ez, ez az emberbaráti, ez az emberiség kiirtására tett folyamatnak a része. És én tisztában vagyok azzal, hogy azoknak, akik még mindig elfogadják a propagandát, ez elképzelhetetlen. De ez így van. Megkérnék mindenkit arra ezen a ponton, hogy amennyiben hasznosnak találjátok a munkánkat és értékesnek, támogassatok minket, illetve osszátok meg és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon, és az nagy segítség. De térjünk vissza Bill és Melinda Gateshez. Megmutatom. Ez snopes.com, ahol megtekintheti mindenki azt, hogy egy hír igaz vagy sem, gondolom én magyarul ez tényellenőrző weboldal lehet, és az a kérdés itt, hogy Bill Gates apja vajon vezette a Planned Parenthood intézményt, illetve tanította el az ő fiát arra, hogy az eugenika jó hírét terjessze. És még ez a weboldal is elismeri, hogy Bill Gatesnek az apja az igenis dolgozott a Planned Parenthoodnál, a vezetőségének volt a tagja. De hogyha megnézzük a Planned Parenthoodot, akkor eljutunk egész a Reuters-ig, ahol Margaret Sangerről van szó, aki 1939-ben arról beszélt, hogy nem szeretnénk, hogyha elterjedne az a plegyka, hogy ki akarjuk írteni a negró népességet. És a Reuters is elfogadja, hogy ez elhangzott ez a mondat, illetve jobban mondva ezt leírta ezt a mondatot 1939. december 10-én. Persze megtekinthetjük itt a kontextusát ennek, de az sem lesz sokkal kedvezőbb Margaret Sangerre nézve. Mindenki tudja mára, hogy a Planned Parenthood és Bill Gates az eugenikának volt, és mind a mai napig a promótere akit érdekel nézzen utána, de ez az ember, ugye idősebb Bill Gates, akinek a fia most próbálja ugyanezt a munkát végezni Afrikában. És itt van a videó, amit meg akartam mutatni, nézze meg mindenki saját magának, meg azt javaslom, hogy olvassa közben, hogy mi az, amiről beszélnek. We were at one of these she children, four them but if all of them had survived she'd have eight children mm. and what the developing world does not need is more children mm. and i think that was the biggest aha to bill and me when we got into this work is we asked ourselves of course the same hard-nosed question you'd ask which is if you get into this work and you start to save these children will women just keep overpopulating the world and Szóval a cél, a cél egyáltalán nem az, soha nem arról beszélnek, hogy jobb legyen az embereknek. A cél mindig is az volt, hogy a népességet csökkentsék, hogy kiírtsák az embereket a földről. Így vagy úgy, de ez az, amiről beszél. A probléma most is ez ebben a nyilatkozatban. because Nem teszik a nők azt, nem. És ez milyen nagyszerű. Hála az égnek, azt mondja. Say to themselves, they want two children to survive in Két, két gyerek az nem elég ahhoz, hogy egy népesség fennmaradjon. 2,1-et kell minimum egy nőre. to adulthood if she knows that two will survive into adulthood she will naturally bring down her population and so as soon as she starts to see that getting them vaccinated or keeping them alive during the birth she won't have as many children that's what we just heard from this group as well that the older women and had more children hoping more would survive but the younger children are, younger women are starting to plan for smaller families because they know they'll live they, they all said they wanted three yeah, yeah. which is fantastic Fantasztikus, hogy csak hármat akarnak, érthető? És ezek azok az emberek, akik oda mennek Afrikába, és segítik idézőjelbe véve azokat a nemzeteket. Ez nem segítség, ami ott történik. It, that's what you want. Yeah. So if you... Ez az, amit akarsz, hogy csökkenjen a népesség, hogy kevesebb legyen. Miközben minden közgazdás, szerintem lehet, hogy a közgazdasági iskolába az első órák egyikén elmondják, hogy minél több ember van, annál jobban működik a gazdaság, mert több munkaerő van, és nagyobb felvásárló piac understand that there's a high likelihood that your child is going to survive, you believe they'll have fewer. Absolutely, And we're seeing that play out in all the population numbers across the globe. In fact, the population rates are coming down faster than had been predicted 10 years ago. Szóval csökken a népesség a világban, érthető, csökken, jönnek lefelé ezek a mutatók mindenhol, és közben nekünk meg megy ez az ökörség, hogy túlnépesedés van. Úgyhogy a telex.hu-n is arról írnak, hogy már 8 milliárdan vagyunk november 15-én, és ez milyen borzasztó dolog ezen a ponton megmutatnék egy rövid videót, mert szerintem ez is hozzá fog járulni a alaposabb és jobb megértéséhez ennek a témának. A dolgozó nők nagy része 2030-ra, 45%-a ezeknek a nőknek, 2030-ra a dolgozó nők 45%-a nem lesz gyereke ezeknek, és nem fog házasságban élni. Azok, akik most 30 évesek, 38 évesek, arra fognak gondolni, hogy szétdolgoztam magam az elmúlt időszakban, mióta 21 éves vagyok, azt a propagandát hallgattam, hogy menjek el iskolába, dolgozzak, nincs szükségem egy férfira, és csak legyek főnök, és legyek erős, független nő, és ott fognak majd állni tekintenek magukra 40 év körül, és rájönnek, hogy hiába keresnek akármennyit is, egyedül maradtak, és nincs se férjük, se gyerekük, se macskájuk, senkiük. Azok, akik ma 30 évesek, el kellene mondanunk nekik, szóval itt van, aki ma 30 év körül van, meg 20, meg akármennyi, hogy az összes rossz döntést meghozza, amelyiket csak lehetséges, de a következménye sajnos, a valóság nem fog bekövetkezni most, hanem csak majd tíz év múlva, amikor már késő lesz. És ezt kellene megértenie mindenkinek. Finish, finish, finish Ezek a Bill Gates félék, meg mindenki, aki a propagandát mondja, pont ezt akarja. Ők tudják, hogy rá fog jönni, a többség rá fog jönni, a nők többsége észre fogja ezt venni majd, mikor már a hajó kihajózott, elment és nem lehet mit csinálni. A lehetőség akkor van ott egy nő számára, hogy családot alapítson, amíg még termékeny. Utána már családot nem fog tudni alapítani. És lehet, hogy most azt gondolja, hogy engem nem is érdekel, és az is lehet, hogy úgy is van, de arra nincs garancia, hogy tíz év múlva is úgy fogja gondolni, de akkor már mindegy lesz. És ez az, amire fel akarta hívni ebben a videóban a figyelmet. Az az ember ott, meg én most, meg már oly sokszor. Nem, nem lehet ezt elégszer hangsúlyozni, hogy mindegy, hogy most mennyi en vagyunk. A lényeg az, hogy el fogjuk érni a görbének a csúcspontját, ahonnan pedig le fog zuhanni ez a szám, persze, hogyha lenne annyi időnk. De csak képzelj el mindenki azt, hogy ha amennyiben lenne két, három, négy száz évünk, szóval menne tovább minden úgy, ahogy eddig, akkor azok az emberek, akiknek most 1,4 utódjuk van, ez száz éven belül katasztrofális következményekkel járna a népességre. Csak most még azt nem látjuk, most csak azt látjuk, hogy már 8 milliárd van, még fölmegy 9 milliárd, de meg ki tudja mert azért, mert az a sok ember, aki most van, még, még él, és tovább él, mint ahogy az eddig volt. A népesség növekedés az már megállt, és nem tudom, hogy, ilyen, hogy ezek az emberek, akik írják ezeket a cikkeket, miért nem néznek utána ennek a dolognak. Hogy két ezer évbe telt, hogy eljussunk egy milliárdig, és aztán 11 év alatt eljutottunk 7-ről 8-ra. Ez nem azt jelenti, hogy a következő száz évben már leszünk 30 milliárdan. A következő száz évben kipusztulnánk, vagy két-háromszáz évbe. Azért, mert nem születik elég gyerek. Teljesen mindegy, hogy ez a görbe hogy néz ki most. Mellesleg ez csalás, ahogy, ahogyan felépítik ezt a görbét. Mert ha előrevetítenék még néhány évtizeddel, akkor mindenki láthatná, hogy a helyzet egész más és írják ezeket a cikkeket, meg az ENSZ főtitkár nyilatkozik, hogy 2022. november 15-én, hogy az egészségügy fejlődése soha nem látott mennyiségű ember számára tette lehetővé, hogy korábban elképzelhetetlen hosszúságú élet Ami szintén nem igaz, hisz a Zsoltárban Dávid már arról írt, hogy az ember 70-80 évig él. Lassulni kezdett a népesség növekedésnek az üteme, a jelenleg a növekedés csak évente 1%-os. 50 éve még 2% volt. És évente 80 millióval leszünk többen. Igen, a közeljövőben, de ez nem lesz így hosszú távon. És ezek, ahogy a városokban él az ember, ez csak segít meggyőzni mindenkit arról, hogy milyen sokan vagyunk, mert ott sokan vannak kis helyen, de közben vannak óriás területek, ahol senki nincs. Szóval az egész egy csalás, egy illúzió. Enki láthatja, 10,4 milliárd lesz 2080-ra, és 2100-ig nagyjából ezen a szinten marad, majd csökkenésnek fog indulni. Zuhanó repülésben. Mert hogyha most 1,4 gyerek születik a fejlett világban, ha mindenkit felzárkóztatnánk arról, szinte mindenhol ennyi lenne, szóval kipusztulnánk. Hát nem 2100 de hamar utána. És ugyanezt a propagandát hallhatjuk mindenhol. Ez házi patika, ugyanez megy 8 milliárd ember portfólió, 8 milliárd ember, 9 milliárd ember, miközben itt van a portfólió, hogy széllel szemben megállíthatatlan az előregedés Magyarországon, akár milliókkal is zuhanhat a népesség. Nemhogy hogy hat, vége, elment a hajó, nem lehet megfordítani már. A semmiből nem lehet valamit csinálni. Az 1,4 gyerekből nem lesz három. Teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. És ennek is megvan az oka. És elmondta Melinda Gates ebben a rövid videóban, hogy mi a, hogyan fogják ezt megvalósítani. Egyszerűen csak az egészségügyet, az oktatást elviszik oda, a nő elkezd iskolába járni, és viszlát, nem fog érdekelni a család, csak amit látunk ma, hogy a karrierem hogy áll, meg hogy áll a hajam. Ma már a család támogatások sem igazán számítanak a fejlett országokban a gyerekvállalásra, mert nem érdekel minket semmi, csak saját magunk. Magyarországon sem, ahol emiatt várhatóan folytatódik a népesség számának a csökkenése és elöregedése. Ez utóbbira pedig nagyon komolyan fel kell készülni. Végre leesett a tantusz ezeknek az embereknek is itt, nem? A 2000-es évek elején magasabb termelékenység volt megfigyelhető a fejlettebb országokban az elmúlt években, azonban már nem erősítik meg ezeket az eredményeket a kutatások. Emiatt egyre csökken annak a valószínűsége, hogy a termékenység érdemben növekvő pályára kerüljön a fejlettebb országokban. A társadalom újratermelődését a fejlett országokban a 2,1-es teljes termékenységi arányszám biztosítaná. A legfejlettebb tagországokban, és ezt próbálom magyarázni, a fejlettebb országokban csökken a termékenységi arányszám, míg a fejletlenebb országokban növekszik. De mindegy, mert hosszú távon mindenhol be fog állni és csökkenni fog, ugyanis a fejlettséggel az jár, hogy az ember nem fog annyi gyereket vállalni. Ez Magyarországon is érthető, hogy miért, hisz drága a gyerek. A gyerek az gyakorlatilag egy örök kiadás, míg fel nem növekszik, utána meg eltűnik az ember életéből, és vissza se néz. Még ez nem így volt régen, meg normálisan ez nem is így lenne. Hanem a gyerek az egy érték volt azért, mert dolgozott otthon, de most nem, hogy nem dolgozik, hanem az iskolába ül, a padot, és a propagandát szíve magába kijön onnan, és egy ugyanolyan droid lesz, ami használhatatlan szinte mindenre csak arra jó, hogy üljön egy számítógép előtt, és tologassa a papírokat innen oda, onnan meg ide. Szóval a család beleölt több millió forintot, hanem 10 millió forintot az, a, az, oktatás során, és semmit nem kap vissza belőle. Hogy is nevelhetne fel valaki tíz ilyet, aminek semmi haszna nincs számára. És persze lehet azt mondani, hogy ez kegyetlen, meg nem így kell gondolni, meg nincs gyereket, meg stb. De ettől függetlenül a gazdaság nem fog megváltozni. Régen azért volt sok gyerekük, mert földet műveltek, és volt haszna, és meg tudták engedni maguknak. Ma egyszerűen csak nem tudjuk megengedni magunknak, azért, mert nem tudja kifizetni senki az árát, és soha nem is térül meg. Létezik egy korreláció, ami az egyfőre GDP, illetve a termelékenységi arányszám, ugye ez a 1,4 attól függ mennyi az országban között a korrelációt mutatja. Ez 2009-ben még plusz 28 volt, 2019-ben már csak mínusz 0,03. Sőt, ha tovább megyünk, az szintén demonstrálja, amiről beszéltem már ezzel, hogy a keleti régió még nem ért el ez a programozás, meg a propaganda, hisz ott még mindig növekedést tapasztalható. És mi a probléma? Az ad de figyelj mindenki, mert hátha, hátha segít azoknak, akik most fiatalok és még ezelőtt vannak. Kelet Európában az elmúlt egy évtizedben megfigyelhető pozitív változás részben, az elhalasztott gyermekek megszületése, illetve az okozta, hogy nem emelkedik a korábbihoz hasonló mértékben az anyák átlagéletkora. Szóval megszülettek azok a gyerekek, akiket vállalni szerettek volna, de nem emelkedik az anyák átlagéletkora. Minél idősebb egy nő, annál kisebb az esély arra, hogy az valaha is szülni fog. Azért, mert nem lesz képes fizikálisan rá. 2011-ben Magyarországon az a arányszám 1,23 volt. A 2,1 helyet, a 2,1 az csak stagnáláshoz vezet, ez 1,23, aztán növekedett 2014, 1,44, 2019, 1,55, Csehországban 1,7, Lengyelországban 1,4, Szlovákiában 1,5, a 2,1 helyet. Szóval most mindenki csak látja, hogy mi az, amiről beszéltem, ki fogunk halni, ha lenne elég idő, az egész világ kihalna. Most még lehet, hogy emelkedik a népesség, mert sok embernek sok gyereke van, de hosszú távon ez egyáltalán nem lesz így. A magyar folyamatokat hosszú idősoron elemezve megállapítható, hogy a teljes termelékenységi arányszám tendenciózusan csökken. Magyarországon sosem volt még olyan magas a gyermektelenek aránya a 35 éves korosztában, mint most. a gyermekvállalási hajlandóság tovább csökken, a korábbi előre számításoknál is alacsonyabb lehet Magyarország jövőbeli népesség száma számításai során azzal a feltételezéssel éltek, hogy 2050-ig egyre eshet a teljes termelékenységi arányszám, és 2070-re sem változik. A 2,1 helyett egy lesz. It. És itt van ez egy grafikonon. Az ország az alacsony termékenységi pályán marad, akkor a magyar népesség csökkenés drasztikusan felgyorsulna míg ha sikerülne elérni a 2030-as 2,1, 2030 úgyhogy most 1,5, 2,1-re, akkor a népesség relatíve rövid idő alatt újra növekedne. Nem, nem növekedne, csak megmaradna nagyjából ugyanott, ahol most van. Két szenárió alapján 2070-ben 100 ezerrel születne kevesebb gyerek, illetve több gyerek, amiben nem lenne különbség az az, hogy az előregedés mindkét esetben kihívást jelenteni a társadalom számára. Ez ugye az egyik, hogyha csökken a ráta, a másik pedig, ha 2001-re, 2070-re elérik azt, ami a célkitűzés. Hogyha elérik, ha nem, az előregedés akkor is kihívás jelent, ugyanis nincs elég ember, hogy dolgozzon azok helyett, akik nem tudnak dolgozni. 2070-re 2,5 millió fővel csökken a magyar népességnek a száma hogyha így marad minden. Mindez idő alatt 1 millióval csökkenne a szülőképes korú nők száma, az újszülöttek száma 65%-kal lenne alacsonyabb, mint két évvel ezelőtt. Itt van még egy táblázat, 2020 ez Eurostat 2020-ban 30% volt az időskori függőknek a száma, akit el kell látni. 30% az egyharmad, 2070-re ez 50% lesz. Szóval ki fog dolgozni? Gondolja csak át mindenki még egyszer, hogy mi az, amit elfogadott a tudománytól, meg a hírekből, illetve mindazon információból és ismeretekből, ami eljutott hozzá az évek során, mert a világ egy egészen más hely, mint aminek azt gondoltuk volna eddig. Amennyiben hasznosak találjátok a munkánkat és értékesnek, osszátok meg ezt a videót, illetve lájkoljátok a közösségi oldalakon, támogassatok minket, az nagy segítség, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek szép napot és halleluja!